használják a rókákat. Vasárnaptól kutyát csak pórázon, szájkosárral sétáltathatunk. Ragyogjon kékben! Közel 80 gitáros zenélt együtt az Autizmus Világnapja alkalmából. Közel 700 gyerek énekelt együtt. A lencsési iskolában ünnepelték a zenei világnapot. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Békés Csabán tartják a civil közösségi szolgáltató központok országos találkozóját. Az eseményre az ország minden megyéjéből érkeztek a civil szervezetek képviselői. Az elmúlt 30-40 évben, én világéletemben, ha tűzoltó voltam, katona, katasztrófavédelmi is, én mindig civil szervezetekkel, önkéntesekkel dolgoztam, mert önkéntesek nélkül egy állami szerv nem tud létezni. Takács Árpád kormány megbízott. A civil szervezetek fontosságára hívta fel a figyelmet a civil közösségi szolgáltató központok országos találkozóján. Nagyon komoly terhet vesznek le az önkormányzat, az államválláról azok a szervezetek, amelyek, és akkor még a szociális szférát, amely nem hozzám tartozik, nem is említettem, segítik a mindennapi munkát. Varga Tamás alpolgármester ezen gondolataihoz Opauszki Zoltán környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnok is csatlakozott. Az Egyensúly OOE Egyesület elnöke elmondta, hogy a szervezetek képviselői számos területen kapnak útmutatást a szakmai konferencia előadásaiban. Hogyan kell egyáltalán gondolkozniuk a civil szervezeteknek pénzgazdálkodásban, adóbevallás és egyebekben, illetve nagyon fontos ez a találkozó azért is, mert így a hálózatosodást is erősítjük, illetve egy közösségi kohéziónak az erőssége is megvalósulhat. Ezek a résztvevők az ország minden pontjáról érkeztek. A háromnapos rendezvény részeként a civil szervezetek képviselői Békés Csabán szállnak meg. A szervezők ezekben a napokban bemutatják a megyeszékhely nevezetességeit, turizmusát és gasztronómiáját is. Herceg Tamás országgyűlési képviselő ismertette, hogy a főállású vagy részmunkaidős civil szervezetek által foglalkoztatottak, illetve az önkéntesek száma meghaladja a 500 000-t Magyarországon. Nagyon sokféle területen fejtik ki a munkájukat a civil szervezetek Magyarországon, tulajdonképpen teljesen szervesen beágyazódva dolgoznak a legkisebb településtől kezdve a fővárosig. Ezért hát roppant fontos, hogy legyen egy olyan szervezet minden megyében, amely tanácsadással, képzéssel, információnyújtással és számos más segítséggel támogatja ezeket a civil szervezeteket. Az országgyűlési képviselő hozzátette, egy bank felmérései szerint a szervezetek 1000 milliárd forint feletti forráshoz jutottak hozzá 2019-ben. Ezért is fontos, hogy a hasonló találkozókon informálódjanak a lehetőségeikről. Fontos, hogy a házi orvosi ellátás zavartalanul működjön Békés Csabán, fogalmazott a megyeszékhely polgármestere csütörtök délután a Jaminai rendelőintézetben. Szarvas Péter az eseményen 4 házi orvost köszönthetett az új praxisában, és átadta a házi orvosi kártyákat is. A városvezető a Jaminai rendelőintézetben találkozott a házi orvosi pályázat nyerteseivel. A jelenlévő orvosoknak pozitívak az első tapasztalataik, és optimistán várják a következő kihívásokat. Ez volt a célom, hogy minél közelebb kerüljek a betegekhez, az alapellátás szintjén is. Tehát nagyon szeretek a betegekkel kommunikálni, szeretek nekik mindent részletesen elmagyarázni, bátran fordulnak hozzám a kérdéseikkel. Januári kezdés óta nagyon tetszik a körzeti munka. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel és a gyermekekkel is. Én nagyon örülök neki, tehát én bár dolgoztam itt 2014-ben Jantyik doktornő alkalmazásában, és most az ő körzetét vettem át, tehát ismerős a csapat, és én nagyon szeretek a lányokkal együtt dolgozni. A szakemberek csütörtökön átvehették a házi orvosi kártyákat is. Ezzel az önkormányzat különböző szintű költségtérítést biztosít az orvosoknak, akik bizonyos szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. Nagyon fontos, hogy a háziorvosi ellátás zavartalan legyen Békés Csabán, akár a gyermekorvosi, akár a felnőtt orvosi, de mindig találkozunk olyan esettel, hogy egy-egy háziorvosi ellátási szerződés megszűnik valamilyen okból, ilyenkor az önkormányzat feladata, hogy pótolja az eltávozó háziorvost.
legtöbb esetben szabály szerint járunk el, pályázati felhívást jelentetünk meg, és a megadott szempontok alapján a közgyűlés dönt a pályázatra beadott jelentkezőkről. 54 háziorvosi körzet van Békés Csabán. Ebből jelenleg 2 körzetet helyettesítéssel látnak el. A városvezető hangsúlyozta, az önkormányzat azon dolgozik, hogy ezeket a pozíciókat is betöltsék a közeljövőben. Idén is elvégzik a rókák veszettsége elleni vakcinázását, ezért korlátozások lépnek életbe az érintett térségekben. A Békés megyei kormányhivatal a megyében Ecsegfalva, Szarvas és Békés-Szentandrás kivételével október 2-a és 22-e között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. Vörös plakátok figyelmeztetnek a települések határaiban a veszettség ellen kihelyezett csalétkekre. A betegség főterjesztője a vörös róka. A kór a vadon élő és a házi emlős állatokra, valamint az emberre egyaránt veszélyt jelent. Ugyan Magyarországon hál' Istennek már nem nagyon jellemző ez, 2017-ben volt utoljára, amikor kimutatták a veszettség vírusát Észak-Magyarországon, de azért el kell mondjam, hogy 2020-ban még Ukrajnába jelentős számba találtak veszett vadon élő és házi állatokat, illetve Romániára is igaz ez. Hozzátette, a rókák akár 70 kilométert is vándorolhatnak, amikor elfoglalják a territóriumokat. A NÉBIH a betegség megelőzése érdekében évente 2-szer elvégzi a vadak veszettség elleni immunizálását. Ennek során a vakcinatartalmú csalétkeket kis repülőgépekről juttatják ki a területekre. Aki a vakcinázás időtartama alatt kutyát sétáltatni indul, annak különös körültekintéssel kell azt végeznie, a Békés megyei kormányhivatal ugyanis ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el vasárnaptól kezdődően. Ennek értelmében a kutyákat csak pórázon tartva, szájkosárral lehet kivinni a közterületekre, otthon pedig zárt udvarban vagy megkötve kell tartani a következő 3 hétben. Békés Csaba jegyzője megkeresésünkre elmondta, hogy amennyiben az intézkedéssel érintett területről más megyébe szállítanánk egy állatot, az csak érvényes veszettség elleni oltással, valamint hatósági állatorvosi engedéllyel tehetjük meg. Dr. Bacsa Vendel azt is elmondta, hogy az önkormányzat feladata többek között a vakcinázásra figyelmeztető táblák kihelyezése. A másik feladat pedig a kóborállatoknak a befogása, amit egyébként az önkormányzat a gyepmesteri feladatokat ellátó állatvédők egyesület útján szerződés alapján egész évben ellát. A kóborállatok befogásra kerülnek ezen időszak alatt, és azon túlmenően, hogy befogásra kerülnek, hatósági megfigyelés alá is kerülnek. Az ebzárlat és legeltetési tilalom október 2-től október 22-ig lesz érvényben. Az autizmussal élők tiszteletére közel 80 gitáros zenélt együtt csütörtökön este Békés Csabán a Csaba Gyöngye Kulturális Központ nagy termében. Az esemény záróakkordjaként kékben pompázott az intézmény főbejárati homlokzata. 5, 4, 3, 2, 1. Az autizmussal élők tiszteletére és elfogadása, megértése érdekében életre hívott kezdeményezés összesen több mint 300 érdeklődőt vonzott. Nem csoda, hiszen a hangulatról közel 80 zenész gondoskodott. Aki betért, biztosan maradt. Mindenki a másiknak örült, annak, hogy együtt lehetett. Sokáig nem volt erre lehetőség, és ezt a fajta bezártságot, ezeket a korlátokat egy autizmussal élő embertársunk sokkal nehezebben, másképpen éli meg, fogadja el, mint mi, átlagosak. Számukra különösen nehéz volt annak az értelmezése és elfogadása, hogy kevesebb helyszínen, kevesebb emberrel találkoznak, és a szokásos programjaikat nem tudják megvalósítani, és az különösen nehéz volt, nehéz lehetett, hogy azt nem tudtuk jól kommunikálni az ő számukra, hogy most azért nem megyünk egy családi rendezvényre, mert nem érünk rá, mert nem szeretnénk, vagy nincs időnk, vagy nincs kedvünk.
Az eseményen Békés Csaba polgármestere is tiszteletét tette. Szarvas Péter kérdésünkre elmondta, az Outpont Alapítvány immár 11. alkalommal rendezte meg az autizmus világnapjához kapcsolódó eseményét, amelynek egyértelmű üzenete van. A világunkban bőrszintől, nemtől, kortól függetlenül nagyon sok autizmussal élő személy él körülöttünk, és különösen fontos számunkra, hogy őrző, óvó, védő módon forduljunk hozzájuk. A város vezető végül úgy fogalmazott, idézem, minden évben itt a helyem, és fontosnak tartom kifejezni, hogy gondolunk autizmussal élő embertársainkra, és törődünk velük. Sikerrel zárta évadát a Szarvasi Vízi Színház. A szezon végét gálaműsorral ünnepelték a Körösparti településen, amelyen a Szent Mihály napiláng is fellobbant. A szervezők nem csupán a Vízi Színház, hanem a Cervinus Művészeti Fesztivál nyári évadát is szerdán zárták. A Cervinus Teátrum igazgatója szerint a pandémia új kihívásokat hozott. Nem csak a korlátozásokkal kellett szembenézniük, hanem azzal is, hogy a társulatok nem a szokványos módon próbálták a darabokat. Pandémiás időszakban próbateremben állt össze egy-egy színházi előadás, de nem volt közönség előtti bemutatója. Tehát jó néhány színház érkezett úgy Szarvasra, hogy a kőszínházi struktúrán kívül, vagy pontosabban a helyet, itt volt Szarvason a bemutatójuk. Tehát itt is volt szakmai izgalom, és nem csak részünkről, hanem a bemutató színházak részéről is. A Vízi Színház, illetve a Művészeti Fesztivál repertoárjával nem csak a szarvasiakat és a Körösparti településen üdülő turistákat kívánták kiszolgálni, hanem a megye szlovák-ajkú lakosságát is, hiszen számos anyanyelvi előadással készültek. Nagyon sikeres fesztiválon vagyunk túl, mind látogatottságban, mind bevételben, mind a programok színességében, mind a szakmai színvonalban, hiszen elmondhatom azt, hogy közel 9000 nézője volt a Cervinus Művészeti Fesztiválnak. Példaértékű az a munka, amely Szarvas városában zajlik, hangsúlyozta a kultúráért felelős államtitkár. A Szarvasi Vízi Színház 11 éve bebizonyította az országnak, hogyha a civil szervezetek, a szakmai szervezetek, az önkormányzat, a helyi lakosság és a szakmai szervezetek összefognak, akkor egy rendkívül harmonikus, gazdaságilag is működtethető harmóniában lehet egy intézményt működtetni. Az est ünnepi gálaműsorral folytatódott, amelyen musical és operett betétek egyaránt elhangzottak. Ezen az alkalmon fellobbant a Szent Mihály napi tűz is. Közel 700 gyerek énekelt együtt a Békés Csabai Lencsési Általános Iskolában a Zenei Világnap alkalmával. A diákok az aulában az iskola énekkarával közösen adtak elő több népdalt, valamint a suli dalt. A karnak csupán egy hónapja volt felkészülnie az eseményre, hiszen az elmúlt másfél évben a koronavírus járvány miatt nem lehettek együtt. Minden órán énekeltünk az egész iskolával, népdalokat, a sulidalt, a kórussal hetente kétszer próbáltunk, és ami számomra meglepő volt, kicsit féltem, hogy tudunk majd újra életre hívni egy kórust, hiszen vannak gyerekek, akiknek már most ki is maradt másfél élmény, másodikosok nem is látták még, és mégis jöttek a gyerekek elég nagy számban, szépen, úgyhogy nagy örömmel készültünk, hogy végre együtt ünnepelhetünk. Minden gyermekkórus életében ez egy állandó probléma, hogy elvallagnak azok, akik már értenek a szóból, és tudják, mi az kórusmuzsika, és minden évben sok új jön. Tehát gyakorlatilag vírus ide, vírus oda, egy gyermekkar minden évben ezzel küzd, hogy teljesen újról, alapokról kell kezdeni, de most még jobban, hiszen 7.-8. is elmentek, akik ráadásul nagyon ügyes énekeseink voltak, népdalénekesek, akik versenyeket nyertek, ők már most elballagtak, tehát valóban az új alapokról kell kezdeni, a légzőgyakorlattól kezdve a helyes testtartáson keresztül mindig, de hát ez egy állandó feladat a gyerekkórusnak. Nem szoktam meghallgatni őket. Én úgy gondolom, hogy egy iskolai gyerekkórusnak nem az a feladata, hogy profikat neveljen, hanem hogy kedvet csináljon az énekléshez, mert aki jól énekel és aki csinálja is, az biztos másképp fogja hallgatni, és az lehet, hogy felnőtt korában is zenehallgatóvá válik. És
Én ezt Kodállyal teljesen egyetértésben mondom, hogy akinek bármilyen kapcsolata van a zenével, az biztos, hogy boldogabb mérnök, eladó, buszsofőr és bármilyen foglalkozása lesz, azzá válik. Tehát itt egy általános iskolában főleg nem zenész képzésről van szó, hanem az embereknek szeretnénk, a majdani felnőtt embereknek egy kicsit az életükbe ezt az utat megnyitni, hogy ezen keresztül lehet, hogy boldogabban lehet élni. Emlékeim szerint, amióta én dolgozok, azóta minden évben a zenei világnap kapcsán van valamilyen kis rendezvény, és hát az elmúlt bő két évtizedben már Hajtman Ildikó kolléganőm szervezésében ilyen egész iskolát megmozgató, nagyon szép rendezvénnyel köszöntjük a zenei világnapot. Úgy gondolom, hogy a meghatározó többség a gyerekek közül énekelt. Jelenleg 668 tanulónk van, hát a hiányzókat leszámítva mindenki itt volt, és úgy érzem, hogy a kollégák, pedagógus kollégák is erősítik ezt a hangulatot, ami ilyenkor itt az aulában van. Hát azt gondolom, a zenei világnap alkalmával mindig a zenét, a hangszeres zenét köszöntjük. A elmúlt évek repertoárjában gyakorlatilag a népzenétől a modern dallamokig, vagy a legmodernebb zenei irányzatokig minden évben szerettünk volna egy kis ízelítőt adni. Ezen kívül a programon kívül szokásos iskolai menetrend szerint megy természetesen a tanítás, de úgy gondolom, hogy a zene és egyáltalán a művészetek jelenléte egy iskolában a iskola légkörét tekintve meghatározó, és erre azért minden alkalommal nagy hangsúlyt fektetünk. Megyei rangadóval folytatódnak a női kézilabda másodosztály küzdelmei, miután a Békéscsabai Előre NKS-e az Orosházi NKC együttesét fogadja szombat este a bajnokság negyedik fordulójában. A két együttes a felkészülési időszak végén játszott egymással, akkor a csabaiak hagyták el győztesen a pályát. A Békéscsabai Előre NKS-e a 2021-22-es bajnoki kiírásban jelenleg a tabella első helyén áll 6 megszerzett ponttal. A csabai lányok eddigi mind a három mérkőzésüket sikerrel zárták, legutóbb az Algyő együttesét múlták felül 25-23-ra. A lilák a másik Békés megyei másodosztályú csapatot, az Orosházát fogadják. Csizmadia Fanni, a csabaiak kapusa, az előző szezonban mindkét együttesnél rendszeresen szerephez jutott. Nekem ez egy plusz motivációt fog adni, én ismerem a lányokat, nagyon jó barátságban vagyok velük, ők is ismernek engem, viszont ezt nem hátrányként fogom fel, hanem előnyként, és én örülök, hogy ellenük játszhatok. Az Orosháza a tabella negyedik pozíciójából várja az összecsapást, miután az első három fordulóban két győzelmet aratott. Úgy gondolom, hogy a védekezésünknek kell hátul hatékonyan működni, és abból gyors lerohanás gólokat kellene elérnünk. Meg kell akadályoznunk az ő szervezet tudatos támadójátékukat, és abban mindenképpen előre kell lépnünk, illetve támadójátékban pedig a helyzeteinket jobban kell értékesíteni. A Békéscsabai Előre NKS-e Orosházi NKC bajnoki mérkőzés szombaton 17 órától kezdődik a Városi Sportcsarnokban. Híradónkat látták? További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!